Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szász Zoltán volnék. Szeretnénk mindjárt az elején elnézést kérni, bocsánatot kérni, ugyanis nagyon nagy hangzavarok jönnek be hozzánk. Sajnos órák óta, hát nem órák óta, konkrétan másfél órája arra készülünk, vagyis próbálkozunk felvenni ezt a videót, de sajnos folyamatosan jönnek be a különböző zajok, mint például a nagy benzines fűrészhangok, sajnos nem tudunk mit tenni, muszáj felvennünk ilyen hangzavarban a videót, ugyanis muszáj folytatnunk a további teendőnket, később nem fogjuk tudni felvenni a videót, úgyhogy elnézéseteket kérjük, hogyha egy picikét zavaró lesz. Igen, Zoli szólt, hogy most aztán tényleg próbáljak meg hangosabban beszélni, úgyhogy megpróbálok én is. Másfél órája próbáljuk felvenni a videót, egyszerűen nem megy, sőt ez egy picike kis feszültséget, ingerültséget is tesz belénk, mert állandóan elrontjuk, amit szeretnénk mondani, beletörik a nyelvünk a mondatokba, mert mi is a hangzavarra figyelünk, de én is próbálok erősebben beszélni, bár mondjuk lehet, hogy az én hangom eléggé erőteljesebb, úgyhogy Hajni is most oda fog erre figyelni, hogy csak ránk tudjatok koncentrálni. Szóval akkor most vágjunk is bele a videónkba. Ma szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik támogatják a Néla a Daganatos Gyermekekért alapítványt. Köszönjük szépen az alapítvány részére küldött felajánlásokat, és ezekbe beletartoznak a jelenlegi tagok is. Így van. Köszönjük szépen Irenának, Katinak, Évának, Hajninak, Alexandrának, Ildi mamának és Benedek papának, Petinek, Tiborkának, Andreának, Zitának, Magdalénának, és bocsánat, hogy így mondjuk, K. Györgynének. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer nekik, és most akkor engedjétek meg, hogy elkezdjük a videónk másik részét, a csomagok bemutatását. Cipzár a számon, most pedig Hajnira lehet figyelni. Nála van a papíros, minden Igen, tudás. Nem is egy, tudjátok mennyi papírom van, úgyhogy remélem nem keveredek bele. Úgyhogy akkor kezdjük is el. És jó hangosan. Jó. Egy igazi összefogásnak köszönhetjük első csomagunkat, amelyet Mónitól, Zolitól, Villőtől, Zsókától, Rékától, Gábortól és Zsófitól kaptunk. Ebbe a csomagba gyerekruhákat pakoltak, cumis üveget például, eldobható poharakat, törlőkendőket, készfertőtlenítőket, matricákat, szalvétákat, játékautókat és karácsonyi édességeket, amiket nagyon-nagyon szépen köszönünk a gyermekek és a családok nevében is, és köszönjük szépen, amit részünkre küldtek, illetve Nílának küldött Móni és Zoli ebbe a csomagba. Ez egy gyönyörű keramikus, remélem, hogy jól mondom, tehát egy kerámiából készült gyertyatartó, amiben te a mécsesek. Biztos, hogy porcelánból van, mert leejtettük és összetört. Ez nagyon morbid volt. Nem, ez rossz poénból, bocsánat. Tehát nem tört össze? Nem, többet már biztos nem küldenek ilyet. De bocsánat, nem, épp egészséges, tehát nincs vele semmi baj. Igen, úgyhogy itt apa be is mutatja a videóban itt mellettünk. Tehát ez egy szívecske formájú, illetve egy szívforma, ami ki van vágva, és ugye ott jön ki a fény, mondjuk így, a gyertyának a fénye. Ez egy ilyen kis mécses tartó, és Móniéktól kaptunk hozzá illő te a mécseseket is, és megmondjuk őszintén, hogy ilyen illatot még nem is láttunk, és nem is éreztünk. Ez egy mangó és fekete ribizli illat kompozíció, úgyhogy nagyon-nagyon finom illata van, és köszönjük szépen Móniéknak, hogy ezt részünkre elküldték, és kicsit viccesebben, mivel jók voltunk, ezért mi is kaptunk. Jó vagyok. Bár most ugye túl morbid viccet mondtam be, úgyhogy sajnos most, hogy... Akkor lehet, hogy kell bele valami más is ebbe a kis csomagba. Én úgy érzem, hogy igen, megkapsz egy virgácsot is. Köszönjük szépen Móniéktól a részünkre küldött karácsonyi Mikulás csomagot is. Nagyon szépen köszönjük. Azonban, Móni, figyelem, úgyhogy elnézést kérek, egy picit elszégyeltem magamat, ilyennel nem szabad viccelődni, úgyhogy meg tudjuk mutatni, hogy nem tört össze.
Így van. Tehát itt van éppen és egészségesen a mécses tartó. Köszönjük szépen! Igen, amikor ráadásul, amikor fotózom és csinálom a fényképeket, vagy a kis videókat, akkor is alig merek hozzányúlni ezekhez a kis picike ajándékokhoz, mert természetesen igenis megbecsüljük. Úgyhogy nagyon igen. Szépen köszönjük! Köszönjük szépen! Következő csomagjaink Teri mamától érkeztek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Ő gyerekruhákat, kis cipőket és plüss játékokat küldött a gyermekek részére. Nagyon-nagyon szépen köszönjük neked is, Teri mama. Szívből köszönjük szépen. Jól mondom, hogy köszönjük szépen? Igen, miért? Hát én most igyekszem csöndben maradni, nem akarom elmondani a szöveget. Tudom, de annyira zakatol a szívem, hogy mindegy, próbálom. Úgyhogy menjünk is tovább. További csomagjaink, mert nem egy, hanem több csomag is érkezett Katitól. Kati a gyerekeknek tartós élelmiszereket, szaloncukrokat, joghurtokat és sütiket küldött. Nílának is több mindent, amit hát tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük. Az egyik, amit küldött, az egy hóemberes, díszdobozos illatgyertya. Ugye itt mi próbálunk mindig Katival, Zolival így szagolgatni ezeket a gyertyákat és kitalálni, hogy ezeknek milyen illatuk van. Jó illata van. Igen. Jó. Ennek ennyi talán elég. Igen, ennek talán inkább ilyen kis vaníliás, tehát ilyen kis édeskésebb, mondjuk így édeskésebb illata van, de tényleg nagyon-nagyon finom, és ugye kék benne a gyertya is ebbe a hóemberesbe. Viszont nagyon kreatívak voltak a gyertya kiöntőbe, jaj, ahogy mondtam. Ugyanis még arra is figyeltek, hogy tényleg annyira karácsonyi, jeges hangulata van ennek a kis gyertyának, hogy kék a belseje. Igen. Mármint, hogy kék színű a gyertya. A gyertya maga. Úgyhogy köszönjük szépen, Kati! És a... Ez sem törtem össze. Jaj, még a végén mindent fel kell mutatni. És kaptunk egy másik féle ugyanilyen illatgyertyát díszdobozban, arra pedig a Fantázia neve ennek a gyertyának, mondjuk így, hogy karácsonyi éj. Egyébként nagyon szép, kellemes neve van. Maga a gyertyának a mintázata is nagyon szép. Tehát nagyon szép kék eget formálnak, amin még csillagok is vannak. Ha jól emlékszem, még hulló csillag is van igen. Rajta. Igen, ja, itt a Szent Családnak a karácsony éjjelét testesíti meg ez a gyertya, és ennek is nagyon-nagyon finom illata van. Itt tényleg most úgy írtuk le, hogy karácsonyi éj illata van. Itt mindenkinek a kis fantáziájára bízzuk, hogy ő milyen illatot álmodik meg karácsony éjszakájára. Rántott hús krumpli püré. Jó. Na, szóval, úgyhogy köszönjük szépen, Kati. Lesz rántott hús. Lehet. Amúgy rántott hús vagy kirántott hús, mert úgy is hallottuk, hogy valaki azt mondja, hogy kirántott hús. Mit rántott hús? Rántott hús. Jó. Jó. Akkor ezt túltárgyaltuk, mert itt még nincs vége, mert Kati még sok mindent küldött Nílának. Az egyik ilyen egy világító angyalka. Ez, ha bekapcsoljuk, akkor nem csak egy színnel világít, hanem átmenetek a színek között, ugye ilyen kis LED lámpával. Kék, zöld, a legszebb az talán a rózsaszín, ami picit átmegy lilába, majd pirosba, vagy pont fordítva, hogy piros, rózsaszín, lila, kék, zöld, ilyesmi. Igen, köszönjük szépen, és ugye amikor hát ti is látni fogjátok, nem tudom mennyire adja vissza, hogy ez az angyalka még egy kis szívecskét is tart a kezében, hát gyönyörű. Igen, nagyon szép, tehát üvegbúra alatt igen. Egy szép kis üvegangyalka, egy picike üveg szívet tart. Igen, és még fel is lehet akasztani. De nem akasztjuk fel, mert nem akarjuk, hogy lejjtsük, és hogy összetörjük. Igen. Én nem akarok összetörni semmit, szóval ezt elrontottam, mondtam egy rossz poént, de... Igen, lejtsük el. Jó. Minden szóval megvan, éppen ezt akartam mondani, és még azt akartam mondani, hogy jó hangosan beszélünk, Hajni. Jó, jó hangosan beszélünk, de képzeljétek el, hogy már egy oldalnyi ajándékot, felajánlást elmondtam, úgyhogy lapozok egyet. De még a Katinál tartunk. Így van, még a Katinál tartunk, hisz Katitól még kaptunk kétféle, ha jól mondom, akkor talán ez a neve, kávé ízesítő granulátumot.
mi még ilyet... Tudsz. Ugye? Gratulálunk. Na. Mi még ilyet nem használtunk, de Kati elmondta a telefonban, hogy tehát ezt nem lefőzni kell. Ezt hát meg jó, hogy beszéltünk Katival, mert annyi már akart belőle főzni egy adag kávét. Jó, közben meg kiderült, hogy csak ízesítő, szóval a lefőtt kávéba lehet beleszórni mondjuk egy kis teáskanál, itt teáskanál, jól mondom, jó. Emevő kanál, teáskanál, és akkor ad ilyen kis különleges ízt. Igen, úgyhogy mondta Kati először, csak picit rakjunk, hogy... Én is mondtam, hogy hát akkor főzünk egy adag kávét belőle. Hát de, jó, na. De mindegy, de az a lényeg, hogy Kati elmondta, hogy ennek mi az elkészítési módja, úgyhogy köszönjük szépen ezt az ajándékot is Katinak. És nem ezek, az ízét. Akartam mondani, ja, hogy ezek több ízűek, az egyik az amaretto ízű, a másik pedig fahéjas kakaó ízű. Úgyhogy várjuk, hogy kipróbáljuk, a videó után ki is fogjuk próbálni. Úgyhogy Kati gondolt rám, és ugye szeretem a kakaót, igen, de egyébként az amarettót is nagyon szívesen, igen, elkortyolgatom. Sőt, talán emlékeztek, igen, rá, videóban láthattátok, hogyha volt ilyen kis kávéautomata, akkor ugye Nila kapott egy kis forró csokoládét, mi pedig Hajnival ketten amarettót ittunk. Igen, úgyhogy biztosak vagyunk, hogy Kati nagyon ezt is neki hallotta, és odafigyelt erre a videóra is, ahol ezt mondtuk, és ez is közben játszott abban, hogy ő pont ezt az ízt választotta nekünk, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, kedves Katalin. Igen, és jön a kedvenced. Igen, itt igazándiból Kati megvett engem kilóra, tehát kaptunk tőle egy nagyon szép ajándékot, egy hatalmas nagy kandallót. Ugye a Katalintól kaptunk már ilyen kis picike kis kandallót, ugyanúgy kis LED megvilágítása van, imitálja, ahogyan ég a fa, vagy parázslik. Ez a mostani ajándék pedig ennek a tízszeres változata, úgymond, sokkal nagyobb, igen, sokkal nagyobb, jobban látszik, ahogyan ég a fa, ugye imitálják ott a kis háttér megvilágítással. Én ezt úgy képzelem el, hogy talán van benne egy ilyen kis vetítő, ami forog, ugye azon van minta, és közben egy kis LED lámpával megvilágítják, és akkor, ahogyan forog, és rávetül a fény, akkor kirajzolódik ugye a lángcsóva. Úgyhogy nagyon szép, brutálisan szép, nagyon tetszik, két állása is van, teljesen ki lehet kapcsolni, vagy teljesen be lehet kapcsolni, vagy lehet időfunkcióra kapcsolni, akkor pedig magától kikapcsol egy idő után, az nem tudjuk, hogy milyen, igazándiból folyamatosan fogjuk működtetni, amíg az elemek bírják, igen, sőt, vannak is tartalékelemeink, nagyon könnyen lehet cserélni, ceruzaelemekről van szó, úgyhogy nagyon örülünk neki, én imádom az ilyen kis világító égő tárgyakat. Igen, köszönjük szépen, Kati! És ezt sem, igen, szeretnénk összetörni. Igen. Jó. Halljátok? Na, talán most van, amit az előbb mondtál. Hogy... Most csend van. Igen. Én rágyújtottak egy pipára vagy valamire. Na. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, Katalin. Nagyon-nagyon tetszik a különböző ajándékocskák. Nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen még egyszer. Következő ajándékunk a részünkre érkezett, mondjuk így Irenától a messzi távolból. Ő karácsonyra küldte ezt a kis csomagot. Egy gyönyörű, ezüst színű díszdobozban voltak benne a kis ajándékok, amiben kaptunk, hát amikor mi megláttuk, meg mondjuk őszintén, akkor megint csak hevesen elkezdett dobogni a szívünk, hiszen egy... két keretbe Irena hímzett angyalkát készített. Nagyon ügyes keze van Irenának. Igen, egy kis madárka is ül a kis angyalkával szembe, ahogy guggol az a kis angyalka. Hát gyönyörű, mert ugye tudjátok, elmondtuk, hogy Irena gyógyszere Nila, ő ad neki erőt. Úgyhogy köszönjük szépen, Irena, hogy ezt a gyönyörűséget elkészítetted Nilának. És én úgy vettem még észre, hogy egyébként a hajacskájában talán masni van, igen, belehímezve, jól mondom, igen, az masni. Nagyon szép, igen, tényleg. Nagyon aranyszínű, szép, csillogó, villogó. Igen, nagyon szépek a kis részletek, nagyon szépen ki vannak dolgozva. Köszönjük szépen, Irena. Na most leszek a bajban, mert képzeljétek el, csak egy csomószor. Jó hangosan, mert jó, beindultak. Beindultak, egy csomószor megpróbáltam kimondani, és nem sikerült. Smiley-zos. Smiley-zós.
Nem tudom. Smiley figurácskák, üvegből készült smiley figurák. Az egyik egy csókos szájú, a másik pedig egy vigyori. Ugye őnek is. Én, a mosolygós. Igen, ő neki a, mivel szívecske a szeme, de arra gondoltam, hogy ő a szeretet, smiley. Uh-huh. Szerelem, szeretet, smiley. És akkor a másik? A csókos. Igen, ja, jó. Én is így írtam fel, hogy csókos jó. És szeretet, smiley. Hát köszönjük szépen, ugye ez tényleg üvegből készült és hűtőmágnes, úgyhogy már a hűtőn is vannak ezek a szépségek. Köszönjük szépen. És külön köszönet, Irena küldött két levelet is ebbe a csomagba, egyiket Angi mamáék részére, amit még nem adtunk át, de fogjuk nekik kézbesíteni. A mi részünkre küldöttet kibontottuk, amiben egy gyönyörű horvátul írt karácsonyi üdvözlő lap van. Nagyon szép, ilyen kis csillámos, hát Irena magyarul írt bele. Igen, csak maga a külső borítója. Ja, igen, talán az van ráírva, hogy kellemes ünnepeket, bocsánat, ne haragudj Irena, ennek nem néztünk utána. Igen, tényleg, amikor ide leültünk, Zoli megkérdezte, hogy akkor tudod, hogy mi a Irena képes lapján található felirat magyar megfelelője, és mondtam, hogy ó, nem. Úgyhogy ez miatt tényleg elnézést kérünk. De hogyha van kedved, akkor kommentben nyugodtan leírhatod. Én arra gondolok, vagy legalábbis arra tippeltem, hogy mivel itt van a karácsony, hogy talán kellemes karácsonyt. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, mert gyönyörű, és mindennek nagyon-nagyon örülünk. Nagyon szépen köszönjük, Irena. Köszönjük szépen. Jó, most megint csönd van. Elnézést, hogyha amikor csönd van, kicsit hangosabb a hangunk, nem de baj, mivel Zoli rám szólt, hogy de igenis tessék hangosabban beszélni, ezért én is megpróbálok most kicsit erőteljesebben beszélni. Következő csomagunkat Pesti mama küldte, aki a gyerekeknek különböző... Következő csomagunk Pesti mamától érkezett. Na, aki... itt most ezt ez a vartály. Volt egy fújás, ezt most ki kell vágni. Igen, létszíves. Jó. Következő csomagunk Pesti mamától érkezett, aki a gyerekeknek különböző csajos dolgokat küldött. Ebben volt például sapi, kisgyerekjáték, tudjátok, ez a fülvédő, ugye jó mondom, fülmelegítő, igen, toltartó, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, és tett bele különböző kis karácsonyi csomagolókat, kis zacskókat, amiknek megint csak nagyon örülünk, és ezek mellé még édességeket is küldött a gyerekeknek, úgyhogy ennek mindnek megvan a helye, és vinni fogjuk őket, kézbesítjük őket, és Nyilácskának pedig egy nagyon szép ezüstös, én azt hiszem talán hópelyheket ábrázoló kis szütyőkében egy gyönyörű kézműves angyalkát kaptunk. Ennek is nagyon-nagyon szép a kidolgozása, tényleg látszanak rajta a kis apró részletek, hogy milyen odafigyeléssel készítették ezt a gyertyát. Szintén aranyszegély díszíti. Igen, és ez a gyönyörű angyalka, ez egy zöld, csillámos, pillangón csücsül, tehát a doboz aljára még Pesti mama arra is odafigyelt, hogy egy ilyen kis pillangót is küldjön Nyilácskának. Ami pedig szintén csillog-villog, nem is akárhogyan, én is meglepőd csillámos, igen. Nem is akárhogyan, úgyhogy nagyon szépen visszaadta egyébként a felvétel. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Pesti mama a részünkre, és a gyerekek részére küldött felajánlásaidat is. Köszönjük szépen Pesti mama! Videónk vége feléhez érkezve, engedjétek meg, hogy még így videó formájában is megköszönjük Angi mamának és Jennynek is a gyerekruhákat, amik az alapítvány részére küldtek. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hiszen ezekből is mindig tudunk beletenni a különböző csomagokba a gyerkőcök részére. És még, amit így a videó végén szeretnénk megköszönni, azoknak is szeretnénk megköszönni azt a féle támogatást, akik végignézik a videóinkat, akik végignézik a reklámokat, hiszen az ebből befolyt összeget is mi mind az alapítvány részére fordítjuk,
Úgyhogy ez is, higgyétek el, hogy hatalmas segítség, amikor ti végignézitek a videóinkat és a különböző reklámokat, hirdetéseket a videók közben. Persze, ugyanis azért kapunk 50 fillért, és tudjátok, sok kicsi, sok darab. Nem tudom konkrétan, hogy tényleg 50 fillér, vagy másfél forint, fogalmam sincs. Ezt így nem tudjuk, viszont tényleg nagyon-nagyon számít, mivel minden segítség nagyon fontos. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, akik végignézik a videóinkat, akik bármilyen formában támogatják a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítványt. A mai videónk ennyi lett volna. Én még szeretnék valamit megemlíteni. Az egyik szerkesztésnél észrevettem, hogy ugye fönt van a szekrény tetején egy ilyen kis LED fényvető. Remélem kibírja, mert ma egyébként elég hosszú időn át ment már ez a kis fény. És azt vettem észre, hogy ugye néhol ugye hajnak árnyékban van, vagyis az arca látszik, ugye a cserépkályhán itt mögöttünk, hogyha ide fordulsz oldalra, nem tudom, hogy így látszik-e, de valamikor eléggé nagy az orra az árnyékban. No. De tényleg ezt észrevettem a múltkori videónál, most viszont próbáltam kicsit úgy fordítani a fényt, hogy ne érje ilyen atrocitás hajnunk, hogy esetleg majd... És ezt próbáltad ki, hogy most jól van fordítva? Hát, hogy próbálgattam, hogy amikor jön a fény... Ja, azt hiszem, nem ide ültél, és nem ültem oda. Saját orrodat, hogy a tied mekkora. Nem ültem oda, csak próbáltam kicsikét más szögbe fordítani a fényt, mert észrevettem tényleg, hogy amikor így elnézel oldalra, hogy akkor ilyen kis elefánt orrod van. De egyébként nagyon pici a hajnak az orra, csak esetleg akiknek feltűnt, hogy az árnyéka mekkora, az azért van, mert úgy esik rá a fény. Jó. Hát tudjuk, mert megmondjuk őszintén, hogy ez így köztünk, mindig hármunk közt voltak ilyen kis mosoly témák az orraink. Ugye, Néla, pici. Igen, Nélai és Atai. Na, én majd mindjárt elmondom. Ugye az én orrom az kicsit keskeny, mert képzeljétek el, hogy Néla még mérni is szokta. Tehát megmérte az orrunkat. Hogy anyáé keskenyebb, de hosszabb. Apáé a szélesebb, de rövidebb. Néla, hát apa órát örökölte, és nem tudom, hogy ez szerencsére vagy nem, de Nélának olyan óra van, mint apának, nekem pedig kicsit vékonyabb, de hosszabb. Hát én egyszer voltam egy ilyen férfi orr szépségversenyen, és azt mondták, hogy szinte tökéletes orrom van. Na, jó. Tényleg. Na, akkor most befejeztük. És az első fődíj, amit nyertem, egy szelet zsíros kenyér volt. Most megint csend van a videó végére, talán ők is befejezték. Aztán kiderül, hogy be sem nyomtuk a felvételt. Lenyomtuk a felvételt? Mert annyiszor kapcsolgattuk ki be, hogy álljuk meg, kezdjük előről, hogy remélem megvan a felvétel. Hát én is remélem. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, várjuk a különböző felajánlásaitokat, amik lehetnek bármilyen formában, csomagformájában, anyagi formában, bármely bankszámlánkra, ugye az alatt a videó alatt lévő leírásban megtaláltok minden szükséges információt, de ha mégsem találnátok meg ezeket, akkor Facebookon, vagy YouTube-on, e-mailen, kommentben, üzenetben, bármilyen formában mi nagyon szívesen válaszolunk minden kérdésetekre. Jó, meg minden, mert akkor így használom majd a kismesémhez. Hát ugye ehhez az... Ennyi lett volna mára. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel. A feliratkozás melletti kis csengőt is nyomjátok meg, hogy ne maradjatok le egyik videómról se, és az összeset, akkor fogjátok az összes értesítést megkapni, és persze nyomjátok meg a like gombot is, innen tudom, hogy hát, hogy még csináljak el ilyen videókat. Sziasztok! Troll! Hihi! Csavi. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok! Ciao. Csumi!